Szót, hadd mondjak róla, ez egy régi épület, több mint 100 éves, és a 2000-es évek derekán kezdtük el kialakítani az új struktúráját. Egy kulturális központ, egy három dolog, amikor egy szervezzük, a kultúra és a társadalom, szervezzük a programokat, és hát mindenféle dolog járulja, például a hittel kapcsolatban újraindítottuk most szeptember elején minden reggel 6-tól egy ilyen szemlélődő, csendes, oltári szentséges hát 3-4 órát, vagy éppen most, majd 2 hét múlva szombaton, akkor ilyen labirintus járással szemlélődő imádság lelkinap lesz. Ilyen jellegű programok vannak ott, és hát évek óta történik az együttműködés, és az arcszakrára mindig próbálunk összeállítani egy nagyobb programsorot. Nem az arcszakra része, csak éppen megemlítem, hogy egy ilyen ladányi lectures indul el, és az első és a második alkalma az most lesz majd a héten. Itt kitettem hirdetést, papírt, ha valakit ilyesmi is érdekel, akkor ott találja, de ez nem az arcszakra része. Akkor a következő, amit így említenék, az arcszakra hetének a megnyitó napján, pénteken este, különféle mégis egy címmel, egy iparművész kerámiát, Batik Sejem monotípiákról a kiállítás felett Balázs nyitja meg. Úgy volt, hogy Baráti Kristóf játszik regedű művész és Kovács István színművész, de éppen most érkezett jelzés, hogy Baráti Kristóf mégsem tud eljönni. De ez már része az arcszakrának, és érdekes, a művész Kárkonyi Júlia egy olyan képpel hát adta a hirdetéshez a műveit, hogy ez az oltár, ez egy kultúrtörténeti ritkaság, ez Szíriában, Manulában látható, egy 313 és 325 között készült oltár, ami még a régi hagyományos pogány oltároknak a formáját hozza, egy különbséggel, hogy a közepén nincsen meg a luk, ami levezeti a vért. Oda tettek egy Szent Háromság szimbólum. Tehát minden esetre egy érdekes dolog. Tehát ez lesz a nyitó alkalommal. Egy másik programot szeretnék kiemelni, Hosszabb estet, ami több szempontból közelít rá erre a nagyon sokaknak máighatóan, itt is most beszélgettem valakivel, aki mondta, hogy hát ő úgy nőtt föl, hogy az ágya fölé oda volt téve Faszat Istvánnak a képe. Vagy amikor a katolikus püspöki kar idén tavasszal adott ki egy nyilatkozatot, hogy nagyon fontosnak tartja és támogatja, hogy Faszat életét valamilyen formában elismerje a világegyház a boldogok sorában. Most, hogy nagyon akkor mondták a püspökök, ők is úgy nőttek föl, hogy a gyerek szobájukban, lakásban, konyhában ott volt egy kaszapé. Tehát ez egy érdekes összetett este lesz majd, lesz benne színjáték, a Parastúdió előadásai, színészei idézik föl, de Spányant a fővédnöke az estnek, és hát akit érdekel bővebben, itt vagyok, és a hirdetési anyag is van. Aztán a kultúra területén ugye rendszeresen van a házban koncert, zenei rendezvény. Idén megpróbáljuk azt, hogy ne csak egyszerűen nem koncertház vagyunk, vagy terem vagyunk, hanem hogy emeljük be azt, hogy a szakralitást kifejezetten is, és adjunk ennek hangot. A szakralitás és a zene, hogy az előadásra kerülő művek és a szerzőik is, hogyan jelenik meg az életükben a szakrális. És hogy egy ilyen jellegű sorozatot indítunk, fiatal művészek sorozata, ez most szeptemberben indul el, és éppen az arcszakra hetében. Vagy
Egy másik ilyen, hogy nem tudom, ki ismeri az Ars Naturae folyóiratot, akik már ugye nagyon sok értéket halmoznak föl, nagyon sok nagy vastag számok jelenik meg. Mondottam a szerzőikkel, hogy beszélve, hogy mutassák be az éppen most megjelenő újabb hát kiadványukat, és hát ugye római levelet idézi, ugye, ami alapvetően a dolog, hogy írja a szerző, hogy mindez, ami az Istenből megismerhető, az kiolvasható a teremtett világ gyönyörűségeiből, gazdagságából, és hát ezt is idézi. Aztán hát Máté itt van, ugye, ő is az Abszakra hete keretében jön majd együtt Sudár Anna Máriával, látod-e, amit hallasz? Címmel, látod-e, amit hallasz. Versmondó, verséneklő est lesz, szintén a hirdetési anyag plakát van. Több plakátot osztam minden eseményről, tehát ha valaki akar elvinni, gondolja, hogy jó helyre tudja tenni, akkor ajánlom szíves figyelmébe, és köszönöm a közreműködést. Egy következő alkalom megint egy zenei, Holddal a nap, ez a címe a az együttesnek és a rendezvényeinek, ennek a speciális előadásnak felfele énekek kertje. Bővebben megint nem húzom bele az időt, rajta van valakit, fölkeltette az érdeklődését. Egy csemege lesz a 22-én szombaton a dél-amerikai jezsuita edukciókban a 17.-18. században néhány évtized alatt az ágyékkötővel a dzsungelben élő emberek között a misszionárius telepeken, ezeken a bizonyos ezeken a redukciókban az európai akkori magas kultúrát előállították. Zenében, hangszerekben, mindenfélében. És tehát ezek az nagyon fogékonyak voltak azok a törzsek az őserdőben a zenére, és mivel avatott emberek segítettek neki, ezért hát gyönyörű dolog történt. Aki látta a Misszió című filmet, akkor erről elég sok mindent talán tud. Argentin magyar együttműködéssel tavasszal a Párbeszédházában készítettük stúdió felvételt egy rendkívüli anyagból, és ennek a lemeznek a bemutatója, illetve az anyagának az előadása lesz 22-én, ami a háttérben van, hogy ugye a redukciók az 1760-as évektől kezdve megszűntek, lerombolták őket, mindenféle van a háttérben, nem érdemes belemenni. A lényeg az, hogy a hatalmas kotta kincsüket próbálták menteni, és elrejtették. De nem tudta senki, hogy hova, még azt sem tudták nagyon, hogy el van rejtve. A 80-as években egy svájci építész, mivel egy svájci építész a 18. században nagyon sok mindent csinált ott az ősertőben, és gondolta, hogy elmegy felfedezni, mit csinált, emléket állít neki, és egy romos templomnak az oltára alatt elrejtve megtalált több mint 4000 kottát abban az időből, és az ottani klíma ellenére lement tönkre. Ezt most őrzik, dolgozzák, és ez a lemez ebből, ennek a kincsnek az anyagából készült el, és hát ez az a bemutatás. És még befejezésül egyet, ha említsek, ez mint egy reagása a Arszakra rendezvénysorozatra, egy záró dolog, ez már kinyúlik egy kicsit az Arszakra hetébe, 25-én lesz. Egy olyanfajta filmklubot indítunk el, ugye tavaly volt a Vászon Jézus című sorozat, a történeti Jézus személyével foglalkozó 1903-tól a Néma filmkorszakból emeltük ki az elsőt, és aztán a filmtörténetből hát az év során néztünk filmket. Most Vászon Krisztus címmel indítunk egy új sorozatot, és ennek az lesz az érdekessége, hogy a mai magyar társadalmi problémákkal, kérdésekkel fogunk foglalkozni. De olyan filmeket vetítünk, amik a jó inputot jelentenek ahhoz, hogy ilyen beszélgetés legyen. És erre a beszélgetésre mi meghívunk valakit, a legelső, ami majd szeptember 25-én lesz, és amire Tarkovszkijnak a Stalker című filmjét fogjuk vetíteni. A téma az a mai magyar társadalomnak a belső szakrális lelki újjáépítésének a lehetőségei, buktatói, eredményei,
És a meghívott vendég pedig a kaposvári püspök lesz majd, és hát ismerjük az a dinamikáját meg. Úgyhogy ez... Én ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmüket, ha valami itten van, ki van téve, készült ilyen harmonika is a programokból, tehát ha bármi segít, akkor nyugodtan vigyék.